Mit lehet tudni a magánéletedről, hogy szingli vagy-e, vagy van egy új barátnőn? A magánéletem az pillanatilag számomra is megfejtetetlen, de különben jól érzem magam a bőrömben. Most szingli vagyok, tehát nincs a barátnő. Nyilatkozol el, vagy beszélsz arról, hogy a Szabó Zsófival teljesen megszakadt a kapcsolatot? Magánéletről, legalábbis ilyen részéről a magánéletnek abszolút nem szeretnék nyilatkozni. Azt gondolom, hogy új életet kezdtem, és az új életemben már az nem fér bele, hogy akár barátaimról, vagy párkapcsolatról, vagy bármi ilyesmi. Tehát nálam például biztosan nem lesz már soha semmilyen forgatás a házamban, mert lezártam az életemnek ezt a részét. Jó, de mondjuk egyébként Zsófi itt elsétálna, akkor egymásra köszönnétek, diskurálnátok egy kicsit. Biztosan köszönnénk, tehát hogy ez biztos így van. Valahogy úgy fogalmaztam a napokban egy kislánynak, akinek egyébként udvarló félbe vagyok, de erről tényleg csak ennyit. Mennyire kislány? Nem a korát tekint a kislány, hanem a termetét, meg a törékenységét. Úgy fogalmaztam, hogy ha jön valami olyan érzés, akkor ezt szívesen fogadom. Mi a véleményed Péter úr barátnőjéről, és azért tüzetesen megfigyeltet, hogy milyen az új választottja? Kérdezz bármi mást, erről nem szeretnék beszélni. Milyen testi tünete van a szinglisének? Te a legnagyobb nőfaló, most egy kicsit így egyedül vagy, sokkal türelmetlenebb vagy, sokkal idegesebb vagy, rosszabbul alszol, magadhoz ölelned. Te tudsz valamit erről a szingliségről? A paplan. Mert jókat mondasz, tulajdonképpen minden ilyen. Egyébként itt van Sarkakata is. Igen. Ő az, aki röhögött a legutóbbi barátodról. Azóta numáltatok el, találkoztatok, átbeszéltek el, és hogy hiányzik-e valamilyen szinten ez a Beatrix-szal áramló flow, ami körülvett benneteket? Beáról azt tudod, hogy nagyon jóban maradtunk. Egyébként én egy nagyon értékes és izgalmas nőnek tartom, annak ellenére, hogy abban megállapodtunk, nem vagyunk egymáshoz valóak, mert ő már pont az említett okok miatt, ő már gyerekbe gondolkozott, kicsit komolyabb távban. Ő gyereket akar? Hát, meg maga a színház csinálás, és a hajnalok hajnalán való hazaérkezés, a lovakkal való éjfélig való trenírozás, mert ez egy ilyen életforma, akármennyire is ilyen hangzik. Féltékeny volt a lovakkal? Tulajdonképpen igen. Mindenki, aki azt mondta nekem, hogy Tibi, vigyázz, mert ez a nő a te hátadon akar fölnőni. Én erre azt mondtam, hogy figyeljetek, az önmagában egy nagyon jó dolog, ha én képes vagyok arra, hogy rajtam, az én hátamon valaki több legyen. Mit szólsz az, hogy feleséged ilyen ifjú partnert választott magára? Ex-feleséged ilyen ifjú partnert választott magára? Milyen tanácsokkal élnél, mind a srácnak, mind az ex-feleségednek? Gratuláltam neki. Extrém? Azt mondtam. Extrém? Azt mondtam. Igen. Persze, hát extrém, mert egy 22 éves fiú egy 44 éves nővel akárhogy is nézzük. Ez még fordítva nálam is kivenni a biztosítékot, bár érzem, hogy hál' Istennek, nyűzsögnek körülöttem a 20 év körüli fiatal, gyönyörű lányok, de nyilván nagyon meggondolom, hogy kivel összek kapcsolatot, viszont akarta nagyon jól választott, nagyon helyes rácról van szó. Akkor támogatom. Sőt, mondtam neki, hogy hajrá, Kata, így kell, fiatalítani kell.